mit csinál, hogy vezet? Ők már mit csinál ez már? Milyen kölyök, nem a Forma 1-en vagy? Viselkedjél már! Ott áll lenne a kapuban, oda mennék hozzá, de én nem mer! Divatban a lovas szekér, mit tegyek én, hogy mindig csak a fészen lájkollak én. Fiam, állítsál már magadon, nem veszed észre, hogy hülyét csinálsz magadból? Oh, anya, hát csak lájvozók! Csácsi, takarítsál le a TikTokról, most azonnal takarítsál le a TikTokról, mert most voltam az előbb a boltba, azt mindenki kiröhögött, mindenki néz, mint borja az új kapura, úgyhogy takarítsál le fele, mert a fejedet szétverem. Állítsál már magadon, ez csak egy TikTok videó, hülyéskedek, hát csak ebből semmi nincsen. És nézd meg, visszapofázik! Hát szerinted ki rázza úgy a csöcsesz meg a bólkezt? Ki rázza így, mert szerintem én nem rázom így! Szedjed le fele! Olyan mondom, mindjárt szívrepedést kapok, ilyen idióta barom állat, kölyköm van! Atya úristen, mi a faszom lett ezzel az autóval, bazd meg! Nem hiszem el, komolyan mondom, mit csinált ez a büdös... Jaj, drága jó istenem, mit csinált ez az idióta vele? Atya úristen! Ezért megkapott, bazd meg! Üljél azonnal, bazd meg! Elpofáztam neked, hogy lassan menjél az autóval, mert valamit csinálsz vele! Azt odaadom neked az autót, azt tönkre teszed, bazd meg! Majd te fogod kifizetni! Nem igaz, hogy ilyen félkegyelmű kölyök vagy, hogy elmondtam neked 20 000-szor, hogy vezetsz ilyen normális, azt ilyen egy idióta vagy, hogy meghúzod az autót! Várjál, apát, hazajön, faszolni fog! Nem is lecsúszik, nem igaz, komolyan mondom, felidegesít, ezt a sírba viszel, érted? A sírba viszel, hogy elmondtam neked, hogy normálisan észre vezessél, és erre nem faszod észre! Normális, hogy aludni szeretném még reggel 9 óra, nem hiszem el, hogy... Bocsánat fiam, csak egy pohár esett a földre, nem akartalak felébreszteni, ne haragudj! De hogyha már úgyis kint vagy, akkor légy szíves, vidd már ki a szemetet, köszönöm! Ó, anya, nem érdekel, soha nem engedsz el sehova, állandóan csak vergődsz, hogy el akarok menni, hagyj engem békén, szevasz! És elegem van belőled! A kurva nénikédet, és még visszapofázik nekem, komolyan mondom elegem! Bazd meg! Vágod az ajtót! Mikbe vagy? Elpofáztam neked, hogy nem magyarázol vissza, és azt csinál, amit én mondok! Ez még az én házam, és akkor mész el, amikor én mondom! Nem igaz, hogy nem lehet szót fogadni Erzsinek! Komolyan mondom, nagyon fáj! Azt rám vágja az ajtót! Komolyan mondom, ilyen félkegyelmű kölyköt! Vannak, és erre a tanárnő szembesít azzal, hogy egyes ketteseid vannak, drága csacsika! Tehát nem tudom, ki az anyád mondta azt, hogy ne tanuljál, mert semmi más dolgod nincsen, csak az, hogy leülj a seggedre és tanuljál! Hát nem hiszem el, hogy nem lehet normálisan odafigyelni. A másik azt mondta, hogy órán sose figyelsz oda, és elmegy az eszedben, egy idióta vagy. Hát nem is tudom, te itthon ezt tanulod! Ezt tanulod itthon! Szerintem nem! Úgyhogy most már térjél egy kicsit észhez! Mert ennek nem lesz jó vége! Érted? Nem lesz jó, amíg a csecsem is lecsúszik! Mert ennek nem lesz jó vége!
Hogy komolyan mondom, ez a sok légy ebbe a szobába, nem hiszem el, hogy mi... Á, gyerekek, nem hiszem el komolyan. Hülye vagy, bassz meg, hát itt állok az ajtóban, nem veszed észre, hogy itt állok, azt leütsz légycsapdával, te! Most azonnal... Hát a pofám leszakad, hogy az anyádat megütött. Képes vagy megütni az anyádat úgy, hogy itt állok a szobában. Nekem nem mondja azt, hogy nem talál, vagy nem láttál engem. Mert átugrok. Jó, bocsi, anya, véletlen volt. Bocsi, nem akartalad megütni, nem láttál. Hát komolyan mondom, az eszem megáll. Szia, anya, bemutatom neked a barátnőmet. Sára, anya, anya, Sára. Csukalom, Sára. Szia, Erzsi. Hal, egy pár kérdés. Mosni tudsz? Hát részben igen. Rendben, főzni? Azt rendben. Is. Ha meg fogom azt hallani, hogy megcsaltad a fiamat, vagy bármi legyen, kicsinálak, megértetted? Igen, igen, rendben. Igen, igen. Fiam, gyere csak egy kicsit. Mondom, gyere csak egy kicsit. Most azonnal. Mondjad, anya, mit akarsz? Hát minek hoztad nekem ide ezt a jel? Megmondtam, Szopi nénit nem hozol haza. Normális asszony keresünk, most azonnal vigyed hazafele, nem vagyok rá kíváncsi. Megmondtam, hogy ide ilyen Rivke nem jön. Hát nem... Jaj, megjött az új mama! Jó, Istenem! Na, jöjjök, apátokon van! Mondjad! Ó, anya, WC-n van, de hogy nézel ki megint? Pofád! Lapos! Normális! Hú, bazd meg, Erzsi, hogy nézel ki megint? Csacsi, engedj be! Engedj be! Szítérem a fejét, amiért nem enged be a lakásba, a hülye majom! Engedj be! Engedj be! Engedjél befele, kölyök! Mit csinálsz, miért nem engedsz? Anya, most nem tudlak beengedni! Engedjél befele! Oh. Hello! Még mindig itt vagy a Anya, te itthon vagy! Lehet befele menni a szobába! Hát mit csinálsz, kölyök? Ne itt rángasd a kolbászt! Ne itt rángasd! Menjél már befele! Hát mit csinálsz? Kisfiam, figyelj! Anya, te mit csinálsz? Menj már ki! Hát éppen, menj már! Mit csinálsz, fiam? Hát itt a szobába kell csinálni! Hát mit csinálsz? Úristen! Hosszat fogok álmodni! Úristen, meglátom a fiamat aktus közben! Erzsi! Szevasz! Csabi vagyok. Jó van az barátom, de hol hagyta a csöcsös Erzsit? Hon van Erzsi? Erzsit akarsz? Na jó, hát legyen. Várjál! Elmondtam már neked, hogy nem Erzsi, hanem Böbe. Világos? Nem Erzsi, Böbe. Gyere csöcsörészd meg! Jó, bocsánat, akkor Böbe, bocsánat, máskor Böbének fogom szólítani. A kispajtás, megijedtél Erzsitől, szádra ülök! Aha. Figyelj már amúgy, nem tudnánk végignézni úgy egy filmet, hogy nem pofázod végig, mert már 2 perce megy a film, azt te 5 perce pofázol. Hát nem hiszem el, hogy nem lehet egy filmet normálisan megnézni, mert vagy a motorok, vagy a kocsik, vagy a csajok, vagy ez, vagy az, vagy az. Fogd már be a pofádat! Köszi! Hát nem igaz, hát szerinted azt beszéltük, hogy filmet nézünk, azt erre folyamatosan jár a pofád. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a nevem Komjáti né Böbe, Komjáti Csabi anyukája. Minden reggel 5 órakor kelek föl, ezért, hogyha valaki hozzám szól, úgy szájba vágom, hogy lerepül a feje. Majd beleverem a fejemet az ajtóba, mert tudom, hogy szarnap elé nézzünk. Ezután kimegyek a nappaliba, szétnézek a konyhába, látom, hogy megint rendetlenség van, hogy mi vár rám. De...
Semmi gond, a csicska megint összetakarít, mert olyan vagyok, mint egy szolga. Senki nem csinál semmit, csak rám vár minden. Ezután megyek a jól megérdemelt kakira, de látom, megint fokrémes a tükör, tudják, hogy ezzel tudnak kihozni legjobban a sodromból, de semmi gond, ezt is megcsinálja a csicska, mert ha nem csinálná meg, akkor a ház robbanna. Ezután jön a jól megérdemelt kakika, mint említettem, hups, lejárt az idő, megyek gyorsan, megcsinálom a kávét, bele egy prötyi, megvárom, míg lefő a kávé. Nagyon-nagyon szeretném, hogy kiegyensúlyozott napom legyen, mivel mindig ideges vagyok. Miután leengedett a kávé, beleteszek egy kis tehéntejcsikét, mellette fölhívom a legjobb barátnőmet, Ágicát. Ágicát megkérdezem, hogy jön-e velem este edzeni, és hogyha azt mondja, hogy igen, akkor én nagyon örülök neki. Ezután elmegyek boltba, megnézem megint a táskákat, hiszen már elpofáztam a kölyköknek, hogy tegyék egy helyre, ne dugják el, mert nem vagyok hajlandó 15 forintért venni a Spárban táskát. Majd miután felveszem a kabátot, elindultam a boltba, miután visszaérek a boltból, nagyon ideges vagyok, hiszen a kölyök már megint kiparodizált, mindenki rajtam röhögött a Spárba, azt hiszik, hogy elment az eszem, nem tudom, hogy mit kell még csinálnom a kölyökkel, de most már elegem van belőle, miután leoltattam a gyereket, elmegyek főzni, hiszen hogyha senki nem főzne, akkor nem tudom, mi lenne a bendőben. Utána nagyon furcsálom, hogy a kölyök általában home office-ban dolgozik, bemegyek már, mert nekem a home office az nem munka, úgyhogy jöjjön kifele segíteni, mert most már elegem van, hogy egész nap csak bent döglik, és semmit nem csinál. Úgyhogy egy szóval rabszolga vagyok.